Ki az újjal, vissza a régivel? A volt szlovák kormányfő Robert Fico abban reménykedik, hogy erre szavaznak majd a választók, amikor az urnák elé járulnak. Ő már kétszer vezette az országot, a harmadik ciklusára pedig jelentős változásokat ígér. Ukrajna nem kap fegyvereket, megvétózzák az ukrán NATO tagságot, és enyhítenek az oroszok elleni szankciókon. Ha a szlovákok visszajutatják a hatalomba Ficót és a baloldali populista Smer pártot, az drámai pálfordulás lenne a most Ukrajnát támogató országban. Az orosz invázió kezdete óta Pozsony az egyik leghűségesebb támogatója Kijevnek. Rendszeresen szállít nagy mennyiségű lőszert és más katonai eszközöket. A szlovák parlament egyúttal politikai szövetségre is törekedett az USA-val, különleges partnernek minősítve Washingtont. Sok szlovák azonban szkeptikusan szemléli az új hidat a nyugat felé. Egy idei felmérés szerint az emberek 50%-a fenyegetésnek tartja Amerikát. A jelenlegi elnök Zuzana Csaputová arra figyelmeztetett, hogy a szlovákok viszonylag szoros kapcsolatai Oroszországgal és a Kreml támogatta propagandakampányok a populizmus és a hazugságok járványát szabadították el. Mindez pedig új partnert is hozhat Moszkvának az EU szívében a szombati választások után. Related deaths in the world.